Városunk fáradhatatlan rendőrei ezúttal is bizonyítottak. Mindegy, hogy bűnözőket kell éppen tetten érni, vagy várandós anyuka gyermekét világra segíteni. A segítség azonnal ott terem. Sokszor hallhattuk, láthattuk, hogy a rendőrök segítkeztek szülésnél az ország bármely pontján. Most Hajdúszoboszlón történt a következő eset. Péntek éjszaka Nagy Ádám hajdúszoboszlói rendőr segített egy vajúdó hölgynek, hogy minél hamarabb kórházba jusson. Kaba felől érkezett ez a gépjármű. Itt voltunk intézkedés alá ezen a helyen. Ekkor a fúriembert igazoltatás alá vonta, melynek során elmondta, hogy éppen feleségét vissza a kórházba, amivel megindult a szülés. Ekkor a szolgálati gépkocsiba beültünk, ebbe a szolgálati gépjárműbe, és elindultunk előttük, fényjelzést használva, Debrecen klinikára, melynek során sikeresen oda is értünk, és megkapta a hölgy a kellő orvosi ellátást. A főtörzsőrmestert az eset részleteiről kérdeztük. 2015. 10. hó 31-én közös szolgálatot, éjszakás szolgálatot láttam el Varga Áron polgárőrrel, amikor közúti ellenőrzés alá vontuk a járművet. Ebben az ellenőrzés során, amikor az úrtól az iratait kértem, közölte velem, hogy a felesége éppen szülni fog, megindult a szülés nála. Ekkor mondtam neki, hogy maradjon a gépkocsiba, és visszajövve a szolgálati gépjárművembe, a szolgálatparancsnoktól kértem engedélyt megkülönböztető fényjelzésre, hogy a terhes hölgyet mielőbb a kórházba tudjuk szállítani, illetve kísérni. Megkaptam az engedélyt, elindultunk a kórházba, mely során épségben beszállítottuk a hölgyet, és ott megkapta a megfelelő orvosi ellátást. Lehetett látni, zaklatott állapotban volt, úgyhogy nem tétováztunk. A kollégámmal láttuk, hogy nagy a baj, és akkor megpróbáltunk mielőbbi segítséget nyújtani az úrnak. Egy egészséges fiúgyermeket hozott a világra, nagyon jól van az édesanyja, illetve a kisfiú is. Külön köszönetét fejezte ki nekem az édesapa a Facebook oldalon. Szolgálatban akkor is társa volt Varga Áron, polgárőr. Ilyen esetünk még nem volt ez az első, és örülünk, hogy sikerült segíteni a párnak. Nagyon gyakran látunk el együtt közösen szolgálatot. A civil életben is jó barátok vagyunk. Azt hiszem, hogy ez a barátság, ez tükrözi a szolgálatokat is, hiszen jól eltennek a szolgálatok, tudunk együtt dolgozni, és így ezáltal tudjuk a rendőrség és a polgárőrség közös szolgálatot erősíteni, a közös kapcsolatot, illetve az összetartást. Természetesen meggyőződtünk azért róla, benéztünk az autóba, láttuk, hogy a bentülő hölgy elég rossz állapotban van, és azonnal az volt az első gondolatunk, hogy minél hamarabb kerüljenek kórházba, és ezen tudjunk segíteni, és ezt a megoldást tudtuk választani, ami azt hiszem, hogy jó döntés volt.